Szerdán életbe lépett, és vasárnap éjfélig tart a legmagasabb szintű hőségriasztás. Napközben akár 35 fok is lehet, és hajnalban is 20 fok körüli minimumra kell számítani. Miskolc legforgalmasabb területein vizet osztanak a MiVíz munkatársai, működnek a párakapuk, üzemelnek a szökő és ivókutak, és este 8-ig tartanak nyitva a strandok. Érkeznek az ovisok a Szent István térre. A párakapu alatt áthaladni viszont egyszer nem elég. A kis csoport megfordul, és másodszor is frissítő sétát tesznek. A forróság így talán elviselhetőbb. Jelenleg a Bike Day miatt a város 4 forgalmas pontján működik ilyen párakapu, ahol nem csak a gyerekek érzik magukat nagyon jól, hanem forgatás közben bizony a riportereknek és az operatőröknek is kellemes felüdülést kínál. A kaput hátrahagyva viszont hamar véget ér a kellemes, hűvös érzés, és folytatódik a forróság. Engem eléggé megvisel. Nem nagyon örülök ennek a borzasztó afrikai hűségnek. Egyáltalán kalap van a fejemen, anélkül én nem indulok el. És még egy ideig szükség lesz a fokozott védelemre. Az országos tisztifőorvos szerdán rendelte el a legmagasabb szintű harmadfokú hőségriasztást. Ilyen intézkedésre akkor van szükség, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. Ebben a magas hőmérsékleti tartományban már az egészséges szervezet is nagy terhelésnek van kitéve. A kisgyermekek, fiatalok, illetve az idősek, valamint krónikus betegek pedig betegségtől függően még egy fokozottabb kockázatnak vannak kitéve. Ezért fontos odafigyelni a táplálkozásra, a folyadékbevitelre és arra, hogy minél kevesebbet tartózkodjunk a tűző napon. A hőség enyhítésében és elviselésében a város is segítséget nyújt. A legforgalmasabb területeken vizet osztanak a MiVíz munkatársai, működnek a párakapuk, üzemelnek a szökő és ivókutak, és este 8-ig tartanak nyitva a strandok. A hőségriadót vasárnapig rendelték el, addig van harmadfokú hőségriasztás Magyarországon, úgyhogy mi is addig tartjuk fent ezeket az intézkedéseket. A következő napokban számítani kell rá, hogy fokozódni fog a hőség. Erősödik a nappali felmelegedés, 35 fok körül várható a napi maximum hőmérséklet pénteken, szombaton, és talán még vasárnap is. Vasárnap már érkezik egy nedvesebb léghullám záporokkal, zivatarokkal, de ide valószínűleg már csak késő délután estére érnek, ha érnek, vagy de lehet, hogy már csak hétfőre. Hétfőtől mérséklődik majd a forróság, de nagy lehűlésre nem kell számítani. Akkor is 30 fok körül lesz a maximum hőmérséklet.